A Kazincbarcikai Vegy és Sport Egyesület súlyemelő szakosztálya március 23-án ünnepelte a Kocka étterem és rendezvényházban működésének nagyévű 50. évfordulóját. Az esemény házigazdája Pátrovics Géza, veterán súlyemelő, edző, egyúttal a szakosztály vezetője volt. Igazából nehéz lenne 50 évet megfogalmazni. Mindenképpen meg kell említenem azt, hogy a világ legcsodálatosabb érzése az ember feláll dobogóra, és hallgatja a himnuszt, amikor neki járt fel. Ettől szebb dolog nincsen. Illetve van akkor, amikor olyan ember áll fel, aki a tanítványod, és ő áll fel a dobogó legfelső fokára, és neki járták a himnuszt. Hiszen abban benne van a ő munkája, az edző munkája, a közösség munkája, mindenkinek benne van a munkája, és ez egy csodálatos érzés ezt hallani és átélni. Rengeteg élmény van 50 év alatt, hihetetlen, könyvet lehetne írni belőle. Talán egy nagyon-nagyon érdekes élményemet, egy kulturális élményt fogom elmondani, amikor Sydneyben az operaházba jutottunk el, szépen felöltözve a magyar ember módjára, nyakkendő meg minden, és az operaházba beléptünk, és ott rövid nadrágba jöttek az emberek, pólóba, mi meg szépen költözve, Réz Attila barátommal, furcsán éreztük magunkat, úgyhogy nagyon sok élményem van, nehéz lesz így pár mondatba elmondani, így hálás vagyok a sorsnak, hogy súlyemelő lehettem, hiszen ennek köszönhetem a egészségemet, ennek köszönhetem azt, hogy bejártam a világot, és igazából nem büszkélkedni akarok, én az első edzésem ott voltam, és a mai napig is itt vagyok. Lokálpatrióta lévén. Igazából nekünk nem volt soha botrányunk, dopingügyünk, az viszont vérzik a szívem, ha arra gondolok, hogy 10 súlycsoportból csináltak 5 súlycsoportot a fiúknál és a hölgyeknél is, és nyilván létszámot is visszavették, ez nagyban befolyásolja a súlyemelés jövőjét, de én bízom benne, hogy a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség hamarosan át fogja ezt értékelni, és fogja emelni a versenyzők létszámát is, már a következő olimpiára, nem a Párizsról beszélek, utána való olimpiára, akár a létszámot is, illetve a súlycsoportokat is vissza fogja bővíteni. Nagyon bízom benne. Az eseményen Papp László, a szakosztály alapítója is felidézte az indulást, amikor egy 1974-es történet végül csodává vált. Az alapító kifejezte, álmodni sem mert volna arról, amit ebben a teremben 2024-ben lát. Véletlenül találkoztam egy illetővel, láttam, hogy a füle az nem igazi, nem természetes, mondom, ez csak birkozhatott valamikor, hát a Munkácsi Dezsőnek az öccse volt. Elkezdtünk beszélgetni, éppen ablakot javítottam, nálam ilyet is csináltam, másodállásban, művezető volt egyébként főállásban, könyvületomban. Somma-somárom, irány Lodri, Józsi, beszélgettünk, hogy lehet, nem lehet. Aztán úgy, ahogy végül megegyeztünk abba, hogy megpróbálkozunk egy szakosztály létrehozásával. Én azelőtt emeltem Diósgyőrbe, nem voltam tehetség, nem voltam kiemelkedő, elég sérülékeny volt, viszont azt kimerem jelentem, hogy technikás voltam, a súlyemelő sínyavinnyát megtanultam. Összeszedtem egy kis gárdát, nem mesélem el, hogy mert röhely volt az egész, ahogy kezdtük, meg ahogy edzettünk, meg ahogy zsaroltuk egymást, engem például azzal, hogy eljönnek 6 hétig edzeni, ha elmegyek védeni a helyi volán futballcsapatba. Hát kész. Elmentem védeni, a fiúk jöttek, 6 hét után mondták, Laci, ígéretünket teljesítettük, de akkor már volt Pátrovics Géza, akkor volt már Karcsi, akkor a Szilárd, akkor jöttek a gyerekek sorban, mondom, köszönöm szépen a részvételt, hös, öltözőbe elkezdtük vas ruddal a gyakorlást, aztán társbérletre a birkozókkal, kisebb-nagyobb konfliktusokkal, karöltve, hát gondolom a Kónya Lajos nem kell bemutatni, nem könnyű gyerek, én sem nagyon. Aztán kezdtek jönni az eredmények, elment egy-két verseny, kaptunk egy termet, nagyon ugrok a vidőkbe, hogy ne korogjon a gyomor olyan sokáig. Utána a barátomat, volt sporttársam, a Ducsei Gejzát ide csaltam. Ketten aztán elkezdtünk gyerekeket, mivel ő tanított. Hoztuk, épült, duzzadt a szakosztály, jöttek az eredmények, és mit ad Isten, 79-ben megkeresett Tatabányáról a Hanslik Jani, és elcsábított. Az 50 év méltó megemlékezésére a Sportegyesület táblát állított ki a rendezvény helyszínen,
50 okkal edzésre, és az 5 évtized fotóinak sokaságával is visszaidézte a múltat. A jeles alkalommal szintén készült egy széles és tömött csoportkép a résztvevőkről, akiknek a nagy száma még a szervezőket és a polgármestert is meglepte. Ha az ember végig gondolja azt, hogy 50 év, ami értelemszerűen a város életében is egy meghatározó oroszlán rész, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy a 90-es évek derekától nemzeti sportváros, Kazincbarcika, akkor méltán tudjuk azt mondani, hogy ennek alappillére volt a súlyemelés előtte is és utána is. Amikor beérkeztem ide, akkor, és megláttam önöket, Imre Bál lépett ide hozzám, ugye, és rögtön elkezdődött az a beszélgetés, aminek szerintem ma a sora lesz, egy születésnapon, amikor elindul a nosztalgia, elindul az, hogy mi volt, mi történt, és most ugye Géza bátyámtól hallottuk, hogy mi a jövő, mik az elképzelések. Úgyhogy én ehhez kívánok önöknek sok erőt, egészséget, és az elkövetkezendő évekre olyan sporteseményeket, olyan zúgó és olyan sok és hasznos és gyerekekkel teli sportéletet, amit azt gondolom, hogy a súlyemelés Kazincbarcikán megérdemel. Mi ehhez, ami erünk és amit hozzá tudunk tenni, Géza bátyám, hozzáteszünk, mert azt gondolom, hogy önök is, így akik itt vannak, bizonyítják azt, hogy ez az elmúlt 50 év, amit letettek önök ti ebbe a városba, annak kell, hogy legyen Kazincbarcikán jövője. Szitka Péter ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy 50 év már a város életében is jelentős. Sőt, a polgármester az egyik legmeghatározóbb sportágként apostrofálta a kazincbarcikai súlyemelést. A legmeghatározóbb sportág a városunkban, hiszen nemzeti sportvárosként pont a köszöntő beszédben emeltem ki, hogy az nagyban köszönhető gyakorlatilag a 90-es évek derekátnak előtti és utáni évtizedeknek, amiben azt gondolom, hogy maga a súlyemelés egy markáns szerepet kapott, és itt a jelenlévők is csak megerősítik a nosztalgikus eseményekkel, sporteseményekkel, amelyek egyébként színesítették már akkor is a város sportéletét, és ami a számomra szíved gyönyörködtető az, hogy itt meglett sportemberek még mindig a jövőben látják azt, hogy ez kiteljesedhet még szebb és még jobb jövő elé gyakorlatilag a súlyemelés, ami egyébként az utánpótlásnak a felvirágoztatását és magának a súlyemelés szakasztálynak egy újabb 50 évét fogja jelenteni Kazincbarcikán. Sokat változott maga a sport, sokat változott magának a sportákhoz való hozzáállás a fiataloknak, gyakorlatilag maga a rendezvényeknek a lebonyolítása, magának a sportkultúrának az elmúlt évtizedei, az gyakorlatilag, aki ezt figyelemmel kíséri, látja, hogy sokat változott, és ezekhez a kihívásokhoz azt gondolom, hogy a jelenlegi sportszakemberek itt Kazincbarcikán is igyekeznek idomulni, és azokkal a kihívásokkal megküzdködni, és ugye legyőzni ezeket, ami azt jelenti, hogy magához a sportágnak a szeretetét és ehhez való hozzáállást a fiataloknál minél népszerűbbé tenni. Én azt gondolom, hogy ebben Géza bácsiéknak és az itt lévő sportembereknek sok-sok eredménye lesz az elkövetkezendő években is. Nekünk azt gondolom, hogy az a feltétel, ami egyébként magának a szakosztálynak is a feltétele, hogy egy olyan helyszín legyen, ahol magát a sport eseményeket, magát az edzéseket le tudják bonyolítani. Ebben én azt gondolom, hogy markánsat léptünk azzal előre, hogy most már egy saját otthona van gyakorlatilag a súlyemelő szakosztálynak, amiben egyébként az elkövetkezendő időszakban remélem, hogy kisebb sportesemények is lebonyolíthatók lesznek, ezáltal egyébként emelve gyakorlatilag Kazincbarcikán ennek a sportágnak a népszerűségét, és azt gondolom, hogy a korábbi fényét is. Az ünnepségen jelen volt Hajdú Vanda egykori súlyemelő, aki annak idején nem csak a sportban, hanem a tanulásban is megállta a helyét. Korábban jó tanuló, jó sportoló elismerést is átvehetett. Én azt gondolom, hogy abban az időben, és ez nem csak abban az időben, hanem mindig, én azt gondolom, hogy a sport az erősegíti a tanulást. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sok időt töltöttünk a sportpályán, tehát minden nap edzettünk, napi 2-3 órát is akár, tehát volt, hogy este 7 óra körül értünk haza, de bizony akkor még leültünk tanulni. És nem csak én, hanem a kortársaim, a sporttársaim is. Géza nagy hangsúlyt fektetett erre, hogy a szüleinkkel is tartotta a kapcsolatot, szülőértekezleteket tartott,
és mindig, tehát ezt mindig el is mondta nekünk, hogy ne menjen a sport a tanulás rovására, de igazából nem is kellett bíztatni. Akkor az olyan egyértelmű volt, hogy az ember a kötelezettségeit azt teljesítette. Én azt gondolom, hogy a sport talán többet segített. Tehát amit itt a súlyemelő teremben megszereztünk, kitartást, becsületességet, csapatjátékot, az nagyon sokat segített az életben, én azt gondolom. Mindig, ami a vágyam volt, közgazdás szerettem volna lenni, ezt sikerült elérnem, és most olyan szakmám van, amit életem végéig szívesen örömmel csinálok. De mai napig sportolok is, és a nagy örömömre a kislányom is sportol, a fiam is. A kislányom például az első súlyemelő edzésén túlesett, hogy volt lehetőségünk ezt a csodálatos termet megtekinteni, és Gézával egy edzést végigcsináltak, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk is. A KVSS súlyemelő szakosztálya 50 éves történetének meghatározó résztvevője volt Hanászné Ráki Henrietta. A KVSE Európa-bajnokságot nyert egykori súlyemelője. Nagyon jó szívvel gondolok vissza, hiszen a 2000-es évek közepénél is elején éltem fénykoromat, úgymond a súlyemelésbe, hiszen számos nemzetközi eredményt abban az időben hoztam. Ezek Európa-bajnoki aranyérmek voltak fogásnemenként, viszont ami hiányérzet maradhat, ez az olimpia. Ez mennyire fáj most? Még mindig fáj, hiszen elvettek tőlem egy olimpiai szereplést, hiszen minden sportolónak az az álma, hogy egy olimpián részt vegyen, és azzal az eredménnyel, amit előtte egy hónappal emeltem, legrosszabb esetben negyedik lehettem volna akkor az olimpián. Azt az időszakot lezártam, és nagyon jó emlékekkel, illetve ugye a férjemmel élünk Kulitjánban, van egy fiam, aki most 17 éves, és a Sajó Völgye U17-es csapatnak a tagja, van egy 11 éves lányom, aki tornázik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy így teljes az életem, és alsósokat tanítok, jelenleg első osztályom van, és nagyon cukik. Az ünnepségen Pátrovics Géza kiemelt még egy gondolatot, amely akár mottója is lehet a KVSE 50 évének. A vezetőedző úgy fogalmazott, egy dolog szebb annál, mint amikor dobogóra léphetek, az, amikor a tanítványom állhat a dobogó legfelső fokára, és neki játsszák a himnuszt. Hiszen ebben benne van az ő munkája, az edző munkája és a közösség munkája is.